Mivel a szellemi harcról szól majd ez a sorozat, remélem hosszú időn át, ezért egy olyan típusú igét fogok elmondani, amelyiknek a szövegét ismerik a hívő emberek, a tartalmát kevésbé. Nagyon sokan igen, de messze nem mindenki. Ezért olvasom most Máté evangélium a 6. részéből a 24. verset, Jézus Krisztus beszédét. Senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tudjátok, nem lóg a levegőbe a hívő ember élete, hite, fogalomrendszere, mérhetetlen fundamentuma van minden típusú kijelentésnek, Istentől kapott tanácsnak, Istentől kapott eligazításnak. Valójában a hazugság harcon az igazság ellen, ez ma nagyon szépen hangzó, de üressé vált dolog lett. A világ szerinti élet fogalma harcol az élet valóság ellen, amely Krisztus Jézusban van. Nagyon szépen hangzó dolog, még igaz is, egyetlen baj van vele, hogy nem megragadható csak úgy. Az uralkodás lelke, a teljhatalomért küzd, hogy Isten kedhessen. Ez is szépen szól. De így önmagába, alátámasztások nélkül, tessék mondani, mit ér. Lóg a levegőbe egy mondat. A fölülkerekedés lelke a felette valóval harcol. Mert fölülkerekedni mindig az alul lévő szeretne. Ha ezt a dolgot fejteném ki, akkor már közelebb járnék a valósághoz. Én szeretem a realitásokat, szeretem a tényeket. Ma, 2020-ban egy sereg ember előtt nyilvánvaló, egy sereg ember előtt nem nyilvánvaló, hogy az egyvilágrend felállítása és az egyvilágrendbe való uralomért folyik egy küzdelem, mert még nem tökéletes egyeduralom van jelen a világban. Van némi ismeret itt a Földön lévő történésekről. Ennek ismeretében már sokan kijelentik, hogy alig maradt lehetőségek és szükségszerűségek keskeny útján keresik az emberek, a népek, a nemzetek a szabadságot. De vajon ez a levegőbe lógó dolog, ez hordoz valami komolyabb tartalmat? Szembesült az emberiség azzal a ténnyel, hogy van egy működő hatalom, amely cselekvő programokat tervez, hajt végre, amelynek során állandóan kéz helyzet elé van állítva. Valakiknek mindenkitől független léte, hatalma és akarata végzése miatt. Miről van szó? Miről szól a jövő? Miről szól a jelen? Elképesztően merőben új harc és háború van, amire az ember általában utólag jön rá, hogy ez tényleg folyamatban van. Az egész világháborúra kiterjedt világháború van, mondják a szakértők. A hívő élet azonban ezt az egész világháborút a Szentírás kijelentéséhez odaméri, és annak a világosságában nyilvánvaló módon két dolgot kijelenthet, mint valóságot. Az ellenség két karja az egész földet átkarolta már, és testi és szellemi világháborút folytat az emberiség léte ellen, az emberiség teljes szolgává tételéért, illetve hát a maga egyeduralmáért. Amikor hallgatok előadásokat pénzhatalmi világ elit kifejezésről, aztán a különböző előadásokat a titkos hatalomról. Kérem, aki az anyagi világban gondolkodik és fél attól, ami ténylegesen van,
az általában rébuszokba beszél. Aki pedig bennfentesként kvázi kiszivárogtat igazságokat, tényeket, valóságot, többségében a félelemkeltésért teszi. Jézus Krisztus, nézzétek, azt mondja, hogy kérem, nem lehet két urat szolgálni. Itt a Föld és az emberiség. A két úr meg van nevezve, az egyiket úgy hívják, hogy a Mammon, a másikat úgy hívják, hogy az élő Isten fia, Jézus Krisztus. Nem lehet két utat szolgálni. Tudjátok, akik keresték már, és utána jártak a Mammon szó eredeti jelentésének. Általában a héber kifejezés után járnak az emberek, és a héberben azt jelenti, hogy valami értéket, valami kincset letétbe helyezni. Azért, hogy megőrizzék. Nagyon sokáig ez egy biztonságot adó dolog volt, hogy volt őrizet. Aztán jöttek a bankok. A bankokban letett pénz még kamatozott is, hiszen a bankár forgatta zseniálisan. Azóta a szellemiség, mivel démonizálódik, és a világuralma és világhatalomnak, a Mammon uralma lesz a jelképe Jézus Krisztus szerint. Ez a kincsletétel, ez egyszerűen el lett véve attól, aki letette, aztán tulajdonba lett véve, ma már fizetni kell azért, ha valami náluk van, ma már nem a tiéd, és nem rendelkezel vele, ami a tiéd lenne, és rendelkezhetnél vele, nem szaporodik, hanem ő náluk fogy, sőt, adósságba kevertek. Egy egész új szellemiség lesz majd a Mammonból, a bankárvilágból, és csak néhány, én ezt úgy fogalmazom, hogy hitető állítás, kontrollálhatatlan állítás, de nagyon jól hangzik. Állítólag az egész emberiség ma a Mammon uralmát képviselőknek 152 trillió dollár után fizetnek adósságot és kamatot. Elmondják, hogy az 1 trillió, ugye angolul mondja az illető, 1000 milliárdot jelent. Ha 152 trillió dollár után adót fizetnek, valószínűleg abba hagyom. Olyan hatalom, amelyik a Mammon uralmát jelenti, amelyik ma átfonta a világot, amelyik népeket írtott ki, családokat írtott ki, egyeturalomra törve, és most is ennek a háborúja folyik, amíg meg nem tört, még meg nem hódított, ma még ellenálló és önállóan is valami hatalmat jelentőkkel szembe, tökéletes, átgondolt háború folyik. Igen ám, csak hogy szellemi és testi háború folyik. Amikor azt mondja az apostol, hogy Jézus Krisztus a nála letett kincseteket meg tudja őrizni. Ugye valamikor a letét, biztonságba helyezése, ez volt az úgynevezett pozitív dolog. Ez teljesen elváltozott a sátán kezében, ellenségessé, gyilkos fegyverré lett, uralmi eszközzé és a hatalmi játék lehetőségévé. Az apostol azt mondja, hogy van valaki, akinél a kincsek valóban örökre megőriztetnek. Ezt Jézus Krisztusnak hívják. Ezért majd, amikor a harcokról és a háborúkról szót fog ejteni Jézus, és majd az apostol is elmondja, hogy te nem test és vér ellen van tusakodásunk. Kiderül, hogy ez a világhatalmi rend, ez egy még magasabb szellemi hatalom uralma alatt áll, és ezt a hatalmat egyetlen egy valami akadályozza, hogy egyeduralkodó legyen, ez a Jézus Krisztus által behozott Isten országa, a Jézus Krisztus által bemutatott bitorlás, hogy aki ezt a világot egyedüli birtokosnak akarja a maga számára, tulajdonképpen az Istenéhez nyúl, az Istenéből vesz el, az igazi tulajdonos, a Föld minden országa, uralma a Jézus Krisztusnak eredeti és eredendő lehetősége és valósága. Na most, amikor arról beszélünk,
hogy mi hívő emberek kimentettünk egyfajta szellemi hatalom és uralom alól. És valamiért bennünket felruház az Úr, hogy Isten fiakként éljünk itt ebben a földi világban, akkor meg kell kérdezni, hogy mit terveztél. És a következő megdöbbentő dolgokat mondja el, itt a földön meg kell születni az Isten fiaknak. Van itt Istennek magvetése. Azoknak ellenére kell megszületni, akik ezt nem akarják. Akik gyűlölik a valóságát a Jézus Krisztus életének, az Isten fiának és az isteni igénynek, hogy adja meg a császárnak az ember, ami a császárnak való, de adja meg az Istennek, ami az isteni, ez ő maga, az Isten képű ember, az Istennek adósa is oda tartozik. Amikor azt mondja neked, hogy felruháznak mennyei erővel, és rajtad keresztül is folyamatba tartom, hogy te leszel az, akin keresztül az élet igéjét, az élet magját adom, hirdetni fogod az evangéliumot, hogy a fiak megszülessenek. Aztán harcot fogsz állni azért, hogy a fiak felnevelkedjenek. Aztán az életedet se fogod kímélni, és nem lesz drága neked, hogy az Isten fiak jövőjét biztosítja az Úr a te hűségeden keresztül. Látod, hogy mennyivel nagyobb léptékű dologról van szó, mint amire kényszerítenének, hogy szállj alá és csak a földiekkel foglalkozz. Vagy csak magaddal foglalkozz. Nem. Te az Isten szentségének, akaratának, örökkévaló tervének egy gyönyörűséges végrehajtó lelke vagy. Fegyverkezz fel a gondolattal, hogy szenvedni is fogsz az evangéliumért, de életet adó és továbbító lélek vagy a Krisztus Jézusban. Amen.